Irány a felállítási egy! A Kossuth téren az országzászló felvonásában közreműködtek a Kovács Mihály Huszár Bandérium huszárjai. Bandérium, győzz! Zászlónak, tiszte, leg! A megemlékezés a református nagytemplomban ünnepi istentisztelettel a karcagi Nagykun református gimnázium tanulóinak műsorával folytatódott. Saját hazánkban rabként tartanak, és bennünk a vár már nem maradhat titkon. Hiába tankok, gyilkos vadhadak, bilincs a kézen, békjó köt a földhöz. De mindez gyenge, míg lelkünk szabad, hazug világ ma tőlük messze költöz. Igaz magyar, hát mutasd meg magad! Meg annyi nép már álkázolt felettünk, s uralt minket. Hát ebből már elég! Tatár, török, Habsburg csicskása lettünk. Trianont nácit is nyögötte nép. Felszabadítók rabolták hazánkat, s vittek mindent, mi mozdítható. Megöl az angyal, menj sietve az üszkös, fagyos Budapestre. Oda, ahol az orosz tankok között hallgatnak a harangok, ahol nem csillog a karácsony. Nincsen aranylió a fákon, nincs más, csak fagy, didergés, éjség. Mondd el nekik úgy, hogy megértsék. Szólj hangosan az éjszakából, angyal, vigyél hírt a csodáról. Mondd el, mert ez a világ csodája. E szegény nép karácsonyfája a csendeségben égni kezdett, és sokan vetnek most keresztet. Földrészek népe nézi, egyik érti, másik nem érti. Fejük csóválják sok ez soknak. Imádkoznak vagy iszonyodnak, mert más lóg a fák, nem cukorkák. Népe Krisztusa Magyarország. A templomban égét hirdetett nagy tiszteletű Koncz Tibor esperes. 1948, mintha az ősi bibliai jelenet ismétlődne meg, szó szerint. A második világháborút követően és a 20. század első felének az összes gondját, nyűgét, baját a Trianonnal egyetemben nagy nehezen elhordozó és nagy nehezen túlélő magyar nép annyira szeretett volna egy kicsit békességben lenni. Annyira szeretett volna egy kis törvényességet, egy kis igazságot kapni, hogy legyen lehetőség elsiratni a halottakat, hogy legyen lehetőség az összeomlott, összerombolt országot megépíteni. De 1948 egy nyíltan istentelen, egy nyíltan embertelen vezetés karmai közé kerül a sokat szenvedett nép. Törvényességre várt a magyarság, lett önkényesség. Igazságra várt és lett kiáltógasság. És a második bibliai mondat is tökéletesen szóról szóra beigazolódott. Mi történt az 1950-es évekkel kezdődően? Ti nagyon-nagyon fiatalok vagytok, gyerekek. Nem is vagyok benne biztos, hogy teljesen értitek, hogy mi mire emlékszünk, vagy miért olyan fontos, amit hallottunk a diákoktól, hogy a szabadságért föl kellett támadni, föl kellett kelni. Hát segítek nektek a Biblia alapján. Segítek emlékezni. Tudjátok, az a bizonyos kommunista rendszer olyan volt, ami a Biblia szerint olvasható, a rosszra azt mondták, hogy jó. Képzeljétek el. Ez volt a propaganda. A nyilvánvalóan rossz, a nyilvánvalóan embertelen, a nyilvánvalóan törvénytelen, az volt a jó. Mondok nektek példát. A ti őseitek, redemptusok meg irredemptusok, évszázadokon keresztül vérrel, verejtékkel, hasznos munkával gyűjtögették a kis vagyont. Földhöz földet vettek, megmunkálták, annak a hasznából aztán vettek
eszközt tettek jószágot. Jött ez a rendszer, és azt mondta, nekem ez kell. Államosították, elvették a több száz éven keresztül őrzött, művelt és gyarapított földeket, és azt mondták rá, ez a jó, ez a modern, ez a haladó. Ugyanígy elvezették a ti őseiteknek a jószágait, és azt mondták rá, ó, de jó lesz. Azt mondták akkoriban a jóra, hogy rossz. Erre is képesek voltak. Petőfi, Kossuth és Széchenyi ajkán édes volt az a szó, hogy haza. Az a szó, hogy nemzet. Na hát a kommunista rendszerben azt mondták arra, hogy az rossz. Ezek a szavak nem jók. Nehogy azt mert mondani, hogy van határon túl magyar, nem. Van román, szlovák, meg jugoszláv elvtárs. És ki ne menj Erdélybe, Bácskába, Szlavóniába, Kárpátaljára, Felvidékre, mert az rossz, mert akkor fasiszta vagy. Így vált az édes szóból, az emberek tudatával és a propaganda segítségével rossz. Meg is lett az eredménye 2004. decemberében. Akkoriban azt mondták például a költőknek és az íróknak, az nem jó, hogy másképp látod a világot, mint mi. Mint ahogyan a párt. Azt mondták a zenésznek, azt mondták az énekesnek, az rossz, ha mást dalolsz és mást énekelsz, mint amit mi szeretünk hallani. Azt mondták a mérnöknek, ne orvosi műszert tervezz, nehogy megmentsd az embereket. Tervezzél helyette fegyvert. Az a jó. Értitek? Szóról szóra, ami a Bibliában megvan írva. Aztán képesek voltak arra is, a kommunista időben, és erre sokan emlékeznek a jelenlévők, hogy a sötétségre azt mondták, az világosság. Hortobágyra, Lecskre kitelepítettek Csecsemőtől, Aggastyánig 10 000-eket. Hagyták őket ott elpusztulni. És tudjátok, mit mondtak erre a sötét dologra? Ez a haladás. Ez a fejlődés ága. Milyen ördögi volt, amikor azt mondták a gazdálkodókra, hogy kulákok, ellenségek, de még az ő gyermekeikre, még unokáikra is rásütötték a bélyeget. Azt mondták erre az egyértelműen démoni dologra, hogy ez a modern. Ez a társadalmi igazság.